biztos mindenki ezt mondaná, de talán tényleg mondhatom azt, hogy én nagyon nagy híve vagyok, feltétlen híve vagyok az Árpád Budapestnek. Nagy örömmel csatlakoztam valóban az első pillanatban szakmai partnerként. De mielőtt a részletes együttműködésről beszélnék, szeretnék egy számomra nagyon fontos gondolatot megosztani önökkel, hogy ugye valahogy ezt így tenném fel ezt a kérdést, hogy mi az, amitől szeretünk egy város, vagy mi az, amitől élhető lesz számunkra egy város, vagy ahogy az én egyik kedvenc Roald Barthes idézetem, hogy mi az, amitől egy város elkezd beszélni a lakóihoz. Én mindig azt gondolom, hogy az egyetlen egy dolog, és szerintem mindannyian, akik itt vagyunk, ezt gondolhatjuk, hogy ez a kultúra, és hogy tulajdonképpen mégis valahol Budapest egy hiányt érzékelünk, hogy egy olyan hiányt, hogy nincsenek meg talán, így lehetne fogalmazni azok a szinergiák, azok az együttműködések, amelyek hiába ismerik fel a kultúra fontosságát, valahogy mégsem hozzák meg azokat a sokszorozó hatásokat az együttműködő szereplők között. Ugye mindenféle szempontokból beszélünk, kultúrás intézmény menedzselni lehet, korszerű eszközök vannak, jó dolgok vannak, a fogyasztás lehet elősegíteni. Én azt gondolom, hogy egy olyan típusú jelenség, mint az art market, amelyik nagyon különböző területeket, ugye a művészeti aspektus, a művészeti értékeket, a marketinget, az üzletet, a menedzserséget, tehát a menedzsment részét, ilyen magas szinten egyesítés, ilyen szinergiákat, ilyen együttműködéseket tud létrehozni. Én azt gondolom, hogy nem tudom, csak az a mondatás felé, én azt gondolom, hogy az art market az egy ilyen jelenség, egy ilyen kulturális intézmény tudottan lehet.